Dr. Révész Péter Budapesten született 1965-ben. 15 évesen szüleivel jött az Egyesült Államokba, ahol Tulane Egyetemen szerzett 2-es diplomát 1985-ben informatika és matematika szakokból. Majd a Brown Egyetemen informatikai doktorátus szerzett 1991-ben. A University of Toronton posztdoktori munkatárs volt, mielőtt csatlakozott a University of Nebraska Lincolnhoz, ahol professzor. Kutatási területei adatbányászat, adatbázisok, bioinformatika és komputeres nyelvészet. Révész professzor több nemzetközi kitüntetést is kapott munkájáért. Ma mégsem erről fogunk beszélgetni. Anyák napja révén arra kértem Révész Prof. Pétert, hogy kutatásaiból kiindulva kösse az anyasághoz beszélgetésünk mai témáját. Köszöntöm, professzor úr! Jó napot kívánok! Mindenkit köszöntök, aki hallgatja most a programot, különösen az édesanyákat. Mi is az a mitokondriális DNS, ami kizárólag anyai ágon öröklődik? Teszem fel így rögtön a sűrűjébe vágva a kérdést. A mitokondriális DNS az egy nagyon érdekes DNS, mert anyákról gyerekekre öröklődik. És így vissza lehet vezetni egy teljesen tiszta anyai ágon ezt a mitokondriális DNS-t, akár több ezer évre, visszamenőleg. Nagyon komoly szakszavakat használtam, hogy adatbányászat, adatbázisok, azt hinné az ember, hogy teljesen informatikai, és ugye egy kicsit mögé megyünk, mint ez az anyai ágon öröklődő DNS is, nagyon érdekes dolgokat fedezünk fel, ennél csak az érdekesebb, ami önnek az egyik kiemelt kutatási területe, mégpedig a magyar nyelv eredete. Hát ezek össze lehetnek kötve, mert a genetikán keresztül nagyon érdekes dolgot lehetett bebizonyítani. Azt, hogy a magyar lakosságnak egy nagy százaléka, annak az ősei legalábbis a bronzkorban már itt éltek, a Kárpát-medencében, vagy tágabb értelemben a Duna-medencében. De most ezeket a mitokondriális DNS-eket meg lehet nézni régi csontvázakban, amiket sírokba találtak. És ha visszamegyünk 4-5 ezer évvel ezelőttre, akkor is olyan típusú mitokondriális DNS-eket lehet látni, mint ma. Na most hadd beszéljek egy picit ezekről a DNS-ekről. Minden DNS, a mitokondriális DNS is egy, tulajdonképpen csak egy hosszú lánc. És úgy kell elképzelni a DNS-t, mint egy aminó savláncot, aminek körülbelül 16 ezer láncszeme van. És ha csak egy láncszem kicserélődik, akkor egy bizonyos típus keletkezik. Ez a kicserélődést hívják mutációnak. És ez a típus vagy csoport az, amit tanulmányoznak a genetikusok, hogy hol jelenik meg, merre vándorol, és hol él ma is. És hát a mitokondriális típusokból sokat lehetett észrevenni a Duna-medencében, és ezekről szeretnék egy picit beszélni. Ezt a térképet állítottuk össze, amit itt mutatok, és ezen a térképen lehet látni két fő áramlatot. Az egyik egy sárga áramlat, ami körülbelül 10 000 évvel ezelőtt indult meg, olyan 7 000 évvel ezelőtt ért Európába, és a Duna vonalát követte többnyire, ahogy följött a Duna-medencébe, Kárpát-medencébe. Ezek a termékeny félholdról származó gének, ezek megvannak a
magyarokba ma is, sőt, tovább vándorolva egész Európába elterjedtek. Ami érdekes, hogy azok a variációk, vagy mutációk, ahogy mondtam, amik megjelentek tudomások szerint legelőször itt ebbe a térségben, azok később vándoroltak többek között délre, egészen Krétáig. Tehát mondok egy-két példát. Hát van a H típus, és az följött a Duna medencébe, és annak van leszármazottja, amit úgy hívnak, hogy H1, H5, A1, H7, stb. Ha jól értem, ezeket a géneket, ezeket a DNS-eket akár betűkkel, illetve számokkal látják el, minél több betű és szám tevődik hozzá, annál inkább mutatja az évezredek során a változását, és annál jobban le lehet bontani. Igen. Erre adok még egy egyszerű példát. Tehát van egy alaptípus, amit a HV típusnak mondanak. Ezt is lehet látni a térképen. Na most ez a HV típus, ez egy ősi európai gén, mitokondriális gén, ami már a jégkorszak végén létezett itten, és ezek is beolvadtak a Duna-medencébe azokhoz a génekhez, amik jöttek a termékeny félhold irányából. Na most a HV csoporton belül valamikor egy mutáció lépett föl. Ez a mutáció a 1600-311. láncszemet, azaz aminósavat kicserélte. És ezért ezt a mutációt egyszerűen HV plusz 1600-311-nek nevezik. Professzor úr, elnézést kérek, hogy megállítom egy picit. Nagyon érdekes, amit mond, sokunk számára biztosan nagyon-nagyon-nagyon akadémiai és nagyon ismeretlen világ ez, nincs ezzel semmi baj. Ha egy kicsit emberközelibbé tesszük, ez azt jelenti, tudva azt, hogy a magyar őstörténetet sokan régóta kutatják, és nagyon sokféle elmélet van. A genetika oldaláról megközelítve, önök bizonyítékot nyertek arra, hogy a Duna-medencében, szűkebben a Kárpát-medencében hány ezer évvel ezelőtt már éltek magyarok? Igen, ez egy jó kérdés. Na most a HV plusz 1600-311-es csoport, tehát ezzel a mutációval, először Mezőkövesdnél található, Krisztus előtt körülbelül 5500 évvel. És itt jelenik meg először. Tehát ez egy korai gén, és ezt megtaláljuk későbbi korban is, van egy másik lelet 3600 évvel Krisztus előtt Budakalászról, ami ugyanezt mutatja, akkor megtalálható még körülbelül 1000 körül. Tehát ezek tulajdonképpen a jelenlegi Magyarország területén vannak. Igen, igen. Ezek folytonosan jelen vannak a Duna-medencében, és ami nagyon érdekes, hogy ez a típus ezzel a mutációval, variációval megjelenik Kréta szigetén 4000 évvel ezelőtt
az úgynevezett minoszi kultúrákat. És így eljutottunk a görögökhöz. Csak zárójelbe is az anyák napjához kötve teszem hozzá, hogy Görögországban ünnepelték először az édesanyákat egyébként, sok-sok ezer évvel ezelőtt, csak ez egy zárójel, de hát ön kutatóként Görögországban, és egy nagyon izgalmas területhez érkeztünk újra, meg országhoz, ott volt a családjával hosszabb ideig, és akkor kutatta ezeket a dolgokat, illetve hasonlóságokat. Hát a családommal elsősorban a művészeti tárgyakat néztük meg a múzeumokban, régészeti lelőhelyeken, és azokat kezdtem el egy picikét tanulmányozni. Na most az érdekesség az volt, hogy felfedeztem hasonlóságokat a minoszi és a magyar művészet között. Például Magyarországon a Miska kancsót nagyon jellegzetes magyar kancsónak, művészeti tárgynak gondolják, és hát tulajdonképpen az is, mert a környező népeknél nem található. De legnagyobb meglepetésemre megtaláltam ezt a minoszi kultúrában. Itt egy kép róla. Itt a bal oldalon a kancsó lehet látni, a kígyót a nyakába egy kis embernek. És ez ugyanúgy egy kancsó, emberfejjel, kígyóval. Tehát nagyon ősi motívum tehát ez. Túl a genetikai oldalán, a művészeti oldaláról megközelítve is nagyon erős hasonlóságokat, sőt, ha úgy is fogalmazhatunk, bizonyítékokat nyert. De milyen bizonyítékok ezek? Amikor a genetika hasonló, és a művészeti motivumok is hasonlóak, akkor feltételezhető, hogy más kapcsolat is létezik a két csoport nép között. Tehát akkor már fölvetődött a kérdés, hogy hát ha van valami egyéb kapcsolat, történetesen nyelvi kapcsolat. Na most a minosziak nagyon fejlett kultúrában éltek, bronzkori kultúrában, és hagytak maguk után írást. A minoszi írásokról beszélünk. Ezek az írásokat hívják a lineáris A írásnak és a krétai hieroglifus írásnak. A lineáris név az egyszerűen azt jelenti, hogy vonalas, tehát többnyire vonalakból áll. És aki ismeri például a magyar rovás írást, az tudja, hogy az is körülbelül vonalakból áll. Ami érdekes, hogy még az írás is hasonlít egymásra, tehát hasonló módon lehet kiejteni hasonló hangokat. De a minoszi lineáris A írás a szótagírás volt. Olyan szempontból, hogy egy jel az egy mással hangzó, magánhangzó kombinációt jelentett. Ugyanúgy, mint a magyar nyelven tulajdonképpen. Hát igen, a szótagolásnak ez a lényege a magyarban is, egy legtöbb szótag az egy mással hangzó, magánhangzó kombináció. Tehát nagyon jól illik a magyarra. De ami meglepett engem, amikor ezt az ötletet követtem, hogy hát ha az írások hasonlóak, a minoszi lineáris A írás, amit megfejtetlennek találtak a korábbi kutatók, és a magyar rovásírás, akkor hangértékek hasonlóak voltak, behelyettesítve pedig lehetett értelmes szövegeket kapni, ami magyarul is értelmezhető. Erre is hoztam egy példát, amit szeretnék bemutatni. Van egy nagyon gyönyörű tárgy a minoszi leletek között. Ez egy aranygyűrű, amit Knossosz mellett találtak egy sírban. És ez az aranygyűrű egy írás tartalmaz, egy ilyen spirális írás alakban. Na most a jeleket ide csak kiírtam egy vonalban. És ezek a jelek mind a megfejtett hangértékek szerint vannak
leírva, tehát a megfejtett hangértékek, mint mondtam, mással hangzó, magánhangzó, tehát az első úgy kezdődik, hogy fe, folytatódik úgy, hogy ne, a harmadik az, hogy je, a negyedik nye, és így tovább. És amikor összeolvassa az ember a szöveget, akkor nagyon olyannak tűnik, mint egy magyar szöveg. Hangzásilag, szerkezetileg. Hangzásilag hasonló, és tulajdonképpen a értelme is olyan szavakra épül, ami magyarban ismert, és ősi szavak csoportja. Professzor úr, nem tudunk mélyebben ezekbe a dolgokba belemenni, bármilyen érdekesek, de ezek szerint a kutatásai alapján megalapozottan kijelenti, hogy Hát ki tudom jelenteni azt, hogy a minoszi nyelv a magyarnak egy egész közeli rokona. És most már hármas kapcsolatról lehet beszélni, a genetikai kapcsolatról, a művészeti kapcsolatról és a nyelvi kapcsolatról. a művészeti kapcsolatnál tartva egy nagyon szép tányért is kikészített, tudom, oda maga Igen. elé, ne felejtsük el megmutatni. Hát eznek van egy pici előzménye. A kőkori kultúrákról írt egy nagy könyvet, egy híres régésznő, Maria Gimbutásznak hívják. És annak a könyvében láttam ezt a kettő tárgyat. Középen van egy minoszi pecsét, ami találtak Krétán. Itt van egy régi kőkori tányér a Görögország északi részéről, Diminiből, és a harmadik pedig, ami itt van a kezemben, nagyobbba, szebbbe lehet látni, az pedig egy magyar szombatfai tányér, ami 1950-ben készült. Népművészeti munka, és a hasonlóság nagyon meglepett. Mert mindegyik tárgynak a közepén van egy spirális, ami egy körben helyezkedik el, és mindegyik tárgynak a közepéről sugarakban megy kifelé egyenes vonalak, és még egy-két cikzak vonalat is lehet látni a magyar és a görög kőkori tárgyakon. Ez egy nagyon nagy bizonyíték, ezek is hasonló tárgyak a rokonságra. Tehát emberek vándoroltak ezen a térségen, Krétától Kárpát-medencéig, Duna-medencéig, vagy másik irányba. ellentmond-e korábbi teljesen, tehát merőben, ellentmond-e korábbi feltételezéseknek, kutatásoknak ez a terület, meg mindez, amiről most beszélünk, amit önök ugye kutattak, és amilyen következtetésekre jutottak? Hát a fő következtetésem az, hogy a magyar nyelvet legalább 5000 éve beszélték a Duna-medencében. Mert a Duna-medencéből mentek le a krétaiak, és a magyarnak egy közeli rokonát találjuk ott. Na most ez nem az, amit szoktak mondani. A legtöbb kutató úgy véli, hogy Árpád népével együtt jött be, Árpáddal jött be a magyar nyelv a Kárpát-medencébe. És ezt jóval megelőzi ez, amiről beszélek. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem teljesen egy ellentmondó. Ugyanis valószínűleg a Duna-medence térségéből elterjedhettek észak, és észak-kelet felé szintén magyarral rokon népek, sőt a magyaroknak bizonyos csoportjai, és azok jöhettek egy része vissza talán Árpáddal együtt. Megjegyzem azt is, hogy a Duna-medence magába öleli nem csak a Kárpát-medencét, hanem
egy jelentős területet a Kárpátoktól keletre, ahol ma csángók élnek, és hát sokak szerint régen is ott éltek vagy magyar, vagy más magyarra rokon ős népek. És ez a terület, például a Szeret folyó, a Prut folyó, ezek is belefolynak a Dunába. Tehát amikor jött föl ez a fölművelő csoport, akkor egy részük biztos arra fele ment, egy részük pedig a Dunán ment tovább nyugatra. Szóval egy nagyobb területről kell gondolkozni, és ha így gondolkozunk, akkor tulajdonképpen nincs ellentmondás. Ugorjunk a beszélgetésünk vége fele 7000 évet, ugorjunk a jelenbe, mert nem tudom megkerülni azt a kérdést, hogy hogyan telik a jelen és az elmúlt másfél hónap a bioinformatikusnak ebben a kényszer karantén helyzetben. Hát tulajdonképpen mi itt Lincoln városában élünk, Nebraska-ban, ahol jelentősen kevesebb a koronavírus eset. A minek középső köszönhető? Lázunk, Mit gondol, professzor úr, minek köszönhető ez? Hát valószínűleg gyérebb lakosságnak, és kevesebb ember jár errefele. Szóval ide még nem jött el a járvány. És hát tulajdonképpen a munkámat tulajdonképpen segítettem, mert annál intenzívebben tudtam dolgozni ezeken a témákon. Vírusok, vagyis DNS-ekről, génekről beszéltünk, DNS láncról beszéltünk, folyamatosan halljuk, hogy a jelenlegi koronavírus is mutálódik. Azt jelenti visszacsatolva, hogy egyetlen egy láncszem kicserélődik, és onnantól kezdve nehezebb ezt kutatni, de szeretném, ha valami pozitívval zárnánk a beszélgetést, de kérem, hogy akkor erre a kérdésemre is válaszoljon. Hát a koronajárvány a kapcsolatban azt tudom mondani, hogy hát sok járványt túléltek az emberek már. Aki a történelmet tanulmányozza, az tudja, hogy a járványokat túlélik az emberek, és hát van remény. A pestis járvány megjelent már Európában nagyon korán, egyre korábbi leletekben látják, hogy megjelent. Szóval az emberek érintette. 3000 évvel Krisztus előtt már voltak leletek, pestis járványnak a jelei megmutatkoznak csontvázakon. És lehet, hogy ez volt az egyik motivációja, hogy emberek tömegei mentek délre, egészen az Égei-tengerre. Tehát a melegebb részbe. Hát menekültek el a járvány elől. Igen. Ez egy motiváció lehetett, hát a másik motiváció esetleg a földek kiszárolása, és hát tulajdonképpen itt meg visszakanyarodunk arra a mai jelenségre, amiről sokat beszélnek, a felmelegedés a világon, tehát annak is megvoltak a előzményei, és mindent az emberiség túlélt, szóval gondolom mi is túl fogjuk élni ezt a jelenlegi helyzetet. Egy kicsikét sajnálom, hogy most nem tudok utazni, mert minden nyáron szeretek menni Magyarországra. Ilyenkor már általában utazni szoktunk, amint befejeződik az iskola itten a gyerekeknek. Igen, nagyon sajnálom, hát pont a napokban olvastam, hogy most idén mindenképpen azt javasolják az Egyesült Államokban, hogy csak belföldi utazásokat vagy nyaralásokat tervezzenek, annak is örülni fogunk, ha kimozdulhatunk egy picit nyilván. Jót ad nekünk professzor úr a mai beszélgetésünk kapcsán. Hát szerintem a magyar nyelv, és hát természetesen a magyar ságnak egy részének az ősisége a Kárpát-medencében, ez egy fontos információ, és ezt érdemes tudni mindenkinek, aki érdekel az őstörténet, és a nyelvünknek az eredete.
És ezt, hogyha érdekli valakit, akkor nyugodtan menjen a YouTube-ra, és üsse be a nevemet, és akkor talál még videókat, angolul is, magyarul is, ahol többet tud tanulni erről az érdekes témáról. Még tovább folynak a kutatások, itt is, Magyarországon is, és hát még várjuk a fejleményeket, Nagyon további szépen híreket. köszönöm a beszélgetést, és nagyon szépen köszönöm a felajánlást is, mert nem győzzük eleget hangsúlyozni, hogy biztos forrásból, tudományos, akadémiai forrásból kell információt gyűjteni, nem csak a YouTube-ban bármilyen videót megnézni, mert ma már technikailag mindenki nagyon szép ismertetőket össze tud állítani, de nem biztos, hogy amögött komoly kutatások és azoknak az eredményei vannak. Professzor úr, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Bocsánat, a videók után mindig van egy lista a referenciákról, komoly szakmai publikációkról, amiket el lehet olvasni. Tehát a videók azok csak bevezetők, akiket érdekel a részlet, az nézzék meg a cikkeket is. Köszönöm Köszönöm. szépen. Dr. Révész Péter professzorral beszélgettünk, izgalmas, érdekes, sokakat érintő történetről, a magyar nyelv az őstörténetéről, génekről, anyajágon öröklődő DNS-ekről.